Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Ivanatúra televíziót láthatnak. Ezen belül is ez a terefere adás sorozatunkban beszélgetünk nagyon kedves vendégünkkel ma a stúdióban, Putnoki Tiborral. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm önt, és nem árulom el most első pillanatra, hogy miről fogunk beszélgetni, de először is nagyon nagy szeretettel köszöntöm önt újra az életben. Köszönöm. És az első kérdésem az lenne, hogy ön megjárta a világnak, az emberi létnek egy olyan oldalát, amit nagyon kevesen, és nagyon kevesen jönnek vissza. És szeretném, ha egy picit beszélne erről az élményéről, ami történt önnel, és induljunk el először onnan, hogy mi történt önnel egészen pontosan, és utána majd a részletekbe bele fogok kérdezni, jó, amik kapcsolatosan, ezzel kapcsolatosan felmerülnek. Jó, mi történt önnel? Köszönöm, hát mindenkit szeretettel köszöntök. Én Putnoki Tibor vagyok, 46-ban születtem. Érdekesség, hogy egy marhavagomba szüleimet deportálták, intézetbe kerültem. Ez hit és vallás nélkül nőttem fel. Sok mindent meghatározta az életemben. Szerencsémre mindig volt, akit segített, szól. Az életünkben mindig ott vannak a segítők, csak vak vagyunk és süketek, és nem hiszünk. Én nem hittem, hogy van Isten, és nem hittem semmilyen vallásba, hiszen én igazi Kádár gyerek, sőt, azelőtt Rákosi gyerek lévén még énekeltük is ezeket az énekeket. De 94-ben történt valami, ami az egészet meghatározta. Én hatalmas, úgymond nyomás alatt voltam a vérnyomásom miatt. 290 fölött volt a vérnyomásom, 170 fölött a per, és így kerültem kórházba. Ott rögtön hárman egymás mellett voltunk, mind a hármunknak egy valami várt, és az ember, mikor nem tud mozogni, mikor nem mozdulhat meg, és tudja, mert hiszen a személyzet arról beszélt, hogy hát nem sok van hátra nekünk, és mi féltünk, igen, féltem a haláltól, a másik kettő is, és úgy tudtuk egymásnak lelki erőt adni, hogy csak megfogtuk egymás ujját, mert nem értük el, hiszen tele voltunk éppen, még lélegezni se kellett, úri ember voltam. És az az érintés volt az, ami elkísért az utolsó pillanatig. Odáig én rettegtem, és egyik pillanattól a másikra az egész megszűnt. Az ember van, és várja igen, a véget. És a következő pillanatban mi történt? Megy tovább az élet, megy tovább, legalábbis én is azt hittem, csak valami furcsa dolog van, én magamat látom. Mi történt? Most ott mi van? Ez kicsoda? Hasonlít hozzám, de nem lehet hozzá az én, mert én vagyok. Mindaddig egy tétova szemlélődés volt, nem tudta hová rakni, nem tudjuk hová rakni, míg meg nem jelenik a fény. És attól a pillanattól kezdve, amikor a fény megjelent, attól a pillanattól kezdve éreztem valamit, amit azóta mindig, minden pillanatban érzek, egy földön túli érzés, egy szeretet, amíg körbevesz, amíg áttölel, és amíg visz. Eltűnik minden körülöttem, és nem is érdekel, én szerettem, és szeretem a családomat.
de senki nem volt eszembe, nem is érdekelt senki, csak ez a fény. Én nem tudtam minek nevezni, akkor azt mondtam, hogy ő. Én szeretem őt. Szeretem őt, és nem érdekel semmi más. Mindaddig, míg egyszer csak eltűnik a város, eltűnik a föld, és valami olyasmi történik, mint amikor a gyorsliftben megállunk, hirtelen megrándul körülöttem minden, kinyílik egy gyönyörű szép ajtó, és én egy hatalmas teremben vagyok. Ez a terem egy moziterem. Meglepődtem, mert egy hatalmas filmvászon megy, és már pereg a film. Az, hogy elkéstem a filmről, az nálam természetes volt. Én mindenhonnan elkéstem az esküvőmről is. Így onnan is elkéstem a filmről, de ha már itt vagyok, ránézem is a döbbenet, ez nem film. Ez az én életem. Úgy, ahogy történt. Úgy, ahogy volt. Minden perc, minden pillanat, minden cselekedet benne. És elkezd peregni ez a film, azaz elkezdem élni az életet. Na akkor azt mondtam, most már tudom, mi a keresztények pokla. Ezt újraélni. Újraélni a hibát, újraélni mindent. Nem volt ott senki, aki ítéletet mondana, aki megítélte volna. Tudom, hogy ő ott volt. Ott volt a hátam mögött, éreztem lágy melegét, simítását, éreztem magát, a tömény szeretetet. Ott van, támaszkodhatok rá, de én nekem kell végigélnem és végig döntenem. Minden cselekedetet, jó, rossz, talán ilyen, talán olyan. Talán soha nem volt olyan éles, olyan szigorú a lelkiismeretem, mint akkor. Nagyon szigorú bíró voltam magamnak. Végig látni, hát én azt mondtam, hogy én nem éltem. Nem éltem emberhez méltó életet. Nem éltem, nem tettem meg mindent, amit tehettem volna, amit lehetőségem, képességeim engedett vagy tett. Megint elrontottam. Talán a legnagyobb dolog az volt, hogy én mindig azt hittem intézetben, hogy én egyedül vagyok. Ez a kutyának se kellett. Rendszerellenes gyerekként nőttem fel, hiszen azért voltam intézetben, mert szüleim azoknak minősítették, és én nem kellek a kutyának sem. És micsoda csalódás, kellemes volt, hogy mikor nézem a filmet, én soha nem voltam egyedül. Mindig ott volt ő, ott voltak a segítők, ott voltak körülöttem, csak én voltam süket és vak. Nem vettem észre, igen, ott vannak az emberben mellett, minden pillanatban, nincs nehez, nincs olyan súly a lelkemen vagy a testemen, amit ne próbálnának enyhíteni, és ez nagyon fájt, hogy nem vettem észre, vak vagyok, süket vagyok. Ennek a jegyében végigélve az életet, hát én azt mondtam, hogy én megbuktam, kész. Most már várom a büntetést, azt megtanultam még az intézetben, hogy bármit csinálsz, fiam, te vagy a hibás, kész. Itt is úgy volt, hogy láttam, hogy én csináltam. Bocsánat, én nem csináltam sok mindent. Nem volt hatalmas bűnöm, csak nem éltem úgy a szeretettel, az emberséggel, ahogy kellett vagy lehetett volna. Várom a büntetést, na most jó, megbüntetnek, és utána semmi baj. Hát nem ez történt. Mert a következő pillanatban újraindul a film. Én azt hittem, nem lesz rosszabb, tévedtem, mert most még rosszabb lett a film, hiszen én és a többiek viszonyát vetítette le. Érezni, látni, tudni, mit éreztek mások, mikor én bántottam, csúfoltam, gúnyoltam, gyűlöltem őket, és bizony-bizony volt ez. Érezni mások fájdalmát, mások csalódását. Érezni az, hogy beleavatkoztam mások életében, beleavatkoztam a döntésükben.
ez nagyon-nagyon fájt, kegyetlenül fájt. Akkor elkövettem egy hibát. Átszaladt rajtam egy érzés, egy gondolat, hogy Istenem, az embereknek szólni kellene, hogy ne így éljenek. Szólni kellene, hogy ne így cselekedjenek. Tovább ment a film, és meglepetés megint. Nem az volt a legnagyobb bűn, bocsánat, hiba, mert a bűn fogalom az csak az emberi érzés, vagy emberi gondolat rakja. Mikor bántottam, gúnyoltam, gyűlöltem másokat, nem. Csak mikor közömbös voltam fájdalmuk, bánatuk iránt, az életük iránt, mikor átléptem, kinevettem őket fájdalmukban, na ez fájt. Nekem is fájt neki. Nekem ezért még jobban fájt. És most, mikor a film újra véget ért, már éreztem, tudtam, hogy itt az elszámolás ideje. Várom a büntetést, hogy minél nagyobb legyen, minél jobban megbüntessen, és akkor nekem már nincs semmi bajom ebbe az életbe. Ebbe már nincs baj. Hát nem ez történt, mert várakozás közben ő megszólalt. Bennem, körülöttem mindenütt zengett, és mégis kellemes, lágy volt a hang. Ez a kettő valahol ellentmondott egymásnak, mégis egybe volt. Nincs semmi baj. Mindent jóvá lehet tenni. Nincs semmi baj. Én megijedtem, hogy jóvá tenni, és hogy nincs semmi baj. Hát itt van, elrontottam az életemet, egy az egybe. Ezzel a jóvátételig el se jutottam, csak azon voltam felháborodva, hogy ez nem baj, akkor mi a baj? Ne, én nálam már nagyobb baj ennél nem lesz. De mint a kis óvodásnak a dadoska újra és újra, talán kellemesebben, lágyabban, kedvesebben, nincs semmi baj, nincs semmi baj. Mindent jóvá lehet tenni. Na ez néha elmentem mellettem a jóvá tenni, de nincs semmi baj, az nagyon jól esett. És mikor elhittem, hogy nincs semmi baj, elhittem, mert végre életemben először hinni akartam. Hinni akartam valakibe, valakinek. Elhittem, mert ő mondta, logikus. De az igazság az, hogy elhittem, mert mellette akartam maradni örökre. Nem akartam, és nem is akarom soha elveszíteni őt. Ezért elhittem. És abban a pillanatban, amikor elhittem, eltűnt minden. Eltűnik a film, eltűnt a terem, és egy fény út, alagút, bárméknek nevezném, elindultunk. A fénnyel, a fényben és a fény felé, ez felfoghatatlan. És valahol messze egy nagy kapu nyílik kifele. Én akkor azt mondtam, hogy ott van a fényváros, és most a fény kapu nyílik. Fényváros, ahonnan jöttem, és most hazamegyek, hát ez logikus. Legalábbis én ebbe biztos voltam. Annál is biztosabb, mert odafönt megszólalt a zene, ahogy a fényváros kapuja kinyílott, és testvérek jöttek le, hozzám hasonlóak, csak fényesek, ragyogók, tiszták. Én úgy éreztem magamat közöttük, mikor körbe kaptak, mintha én szurkos, olajos ruhába lennék, ők meg patyolat tiszta ruhába, aranyruhába csillognak, villognak. Én ilyen piszkosnak éreztem magam. De körbe kaptak, hogy testvér, jöttél? Gyere, vártunk rád. Gyere, testvér, hazamenjünk. Hú, hát ez manna. Gyerünk gyorsan hazafelé. És ahogy mentünk a fény felé, egyre szebb és egyre hangosabb a zene. És egyszer csak megjelenik egy küszöb, egy fehér fránya küszöb. Már tudtam, mikor láttam a küszöböt, hogy ebben valami zűr lesz. Kár volt ezt gondolni, mert a küszöb előtt ő egy fehér kéz képében megállított egy tenyér, a tenyérben egy háromszög, a háromszögben egy gyönyörű, lüktető, élő, mindenen átható szem. Én nem láttam sohasem
ezt a szimbólumot, hisz gyerekkoromban a jóságom miatt még Eger bazilikából is ki voltam tiltva, mert hát játszottunk az orgonán, vagy az orgonán, és az nem biztos, hogy jó pont volt. És azóta viszont rengetegszer látom ezt a szimbólumot. És ott áll előttem, és megszólal. Még nem lehet, hiszen döntöttél. Én? Na nem. Mert ha azt mondta volna, hogy nem lehet, mert ő döntött, fájt volna nagyon, de el tudtam fogadni, mert már szerettem annyira, hogy elfogadtam volna minden további nélkül, még ha fájóan is a döntését. De hogy én, na ne, ilyen hülye nem vagyok. Én hazamegyek. Hazamegyek, mert előttem van az otthon, a fény, hátam mögött egy elrontott élet. Na ne, oda nem megyek. Én neki mentem ez a kéznek, de mint nyáron egy hatalmas ventilátor elé tennénk egy tolpihét, én úgy pattantam vissza, persze én kicsit csökönyös vagyok, és újra és újra és újra próbáltam. Én mindig visszapattantam, és ő mondta újra és újra, hogy még nem lehet, hiszen döntöttél, de hogy én nem megyek haza, mikor előttem van a testvér, a fényváros, a sok-sok testvér, és hátam mögött egy szenvedő, kínlódó test, na én abban nem megyek vissza, az biztos. De még végre átszaladt rajtam, hogy mi a csoda lehetett ez a döntés. És akkor megszólal bennem újra, hogy Istenem, az embereknek szólni kellene, hogy ne így éljenek, szólni kellene, hogy ne így cselekedjenek. Állítom, hogy nem tudtam, hogy ez döntés, mert azt tuti, hogy nem mondom. Szó sincs róla, hogy ezt gondoltam volna, nem vagyok ennyire naív és ennyire jószívű, meg pláne nem voltam akkor, hanem hazamenni, de ez volt bennem. És ő azt mondta, hogy ez döntés, Istenem, az az én érzésem volt. Elfogadtam. Abban a pillanatban eltűnik minden, ott van a város, és megszólal ő, hogy nézz és láss. Nézni a küszöbön túli világot, még egyszer mondom, a küszöbön túli világot, mert sajnos sem én, sem a sok-sok áttélt nem jutott át a küszöbön. De láttuk a küszöbön túli világot, láttuk a fényt, el sem lehet mondani a fény a fényben. Volt egy ismerősöm, egy híres festőművész, aki ötször élte át ezt, és le akarta festeni, és mindig széttépte, pedig Hollandiában most azt mondták, hogy az új fényfestője, és nem bírta lefesteni, elmondani sem lehet, mert az emberi képzelet érzése ahhoz képest kevés. Kevés azt a szeretetet, azt a tömény szeretetet felfogni, ami ott van. Kevés megérteni, megérezni, hogy a testvérek, a fénytestvérek, akkor én azt mondtam, hogy fénylények, mert átlényegülve vannak fénnyel és szeretettel. Ahogy szeretik egymást, ahogy egymással vannak. Talán a szeretet az éltető erőjük, a mozgató erőjük, a táplálékuk és mindenütt. Mindenük az, nincs más. Csak feltétel nélkül is szeretet van egymás irányában, minden irányában. Ezt felfogni, megérteni egy nagy, tényleg nagy döbbenet, mitől? Hogy ilyen van. Mi történt, amikor megszületett ez a döntés, hogy akkor vissza kell menni? Hát ez nagyon, mikor tényszerűvé vált, hogy a testvérek elbúcsúznak, elbúcsúzik mindenki. Én hiszem és vallom, hogy ő neki a kegyelmének, de nem hiszem, hogy a fájdalomnak köszönhető, nem emlékszem a visszavezető útra. Csak látom magam alatt az ágyat.
látom magam alatt a testet, és a testen rajta az orvos. Az orvos, aki még mindig a mellkas préseli, csupa víz a háta, ami először megdöbbentett, ez az ember olyan gyűlölet, olyan harag, olyan indulatot képviselt, amit még soha nem tapasztaltam emberben, de maga irányába, magát bántotta, magát vádolta, hogy minek élek, minek tanultam, minek veszek levegőt, minek vagyok egyáltalán, ha elvesztem őt is, akkor mit érek én? Annyira bántotta magát, hogy az kegyetlenségig ment, pedig semmi nem rajta múlott, tényleg nem rajta múlott. Ott van a test, és akkor egy kicsit rossz érzés szaladt át rajtam. Ugyan ebben nem kell belemennem, ugye nem, hát ilyet már nem lehet kívánni tőlem. De bizony az érzés az volt, hogy ott kell lennem, na ne, én oda-vissza nem megyek, az biztos. Sáros, véres, hús, csúnya. Úgy éreztem, hogy ha hozzáérek, megszentségtelenítem saját magamat. Ő ott volt mellettem, nem szólt semmit, de éreztem, tudtam, hogy ott van, néz és mosolyog. Nem tudom azt mondani, hogy így nézett ki, vagy úgy. Egy nagy nap, amíg ragyog, de most nekem ragyog. Most csak, kivételesen rám ragyog, enyém a szeretete, enyém a mosolya, most mindene az enyém. Most ő az enyém. Ezt éreztem. Most akkor hogy mondjam neki, hogy hát én oda nem megyek be. Ezt nem tehetem meg. Igen. Nem szólt, csak nézett és mosolygott. Hát én megpróbáltam lavírozni a testben, hogy ne érjek a vérhez, mert elrontom saját magam, félre ne értsék. Én szeretem magam így, ahogy vagyok. Ilyen vagyok, és kész. De akkor úgy éreztem, hogy ezt nem szabad megtenni. Próbáltam én lavírozni, és akkor végre valami leesett a tantusz. Visszafordultam, és először ott megszólaltam, hogy adj feladatot, adj munkát, és éreztem, bármit mond ő. Én mindent most érte, mindenre hajlandó vagyok. Érte, mindent megteszek. Éreztem, hogy még szebben ragyog, még jobban mosolyog, még szebb a mosolya, és megszólalt. Légy boldog. Feladatot, munkát adj. Gondoltam, a boldogság azért. És megint megszólal. Légy boldog. Hát ez könnyű, mert ez nem feladat. Igaz, hogy mikor ezt tudomásul vettem, őt elkezdett távolodni, és nagyon messziről még hallom, új parancs. Na, nekem ez semmit nem mondott akkor. És ott van a test, egyik pillanattól a másikig érzem, hogy hatalmas súly nehezedik rám, szinte összeroppan, hát az orvos még rajtam ült. És egyszer csak elkezd ugrálni. Él, de hiszen él. 9 perc telt el. Ennyit mért az EKG és az EG, mert az agyon is rajta volt. Se agy, se szív tevékenység, 9 percig semmi nem volt. Mikor beindult, az orvos ebben szembesült, hogy a szív megdobban, elkezdett ugrálni rajtam, hát ez a még nehezebb lett, és kiabál, hogy él, él. És én rajtam végig szaladt, hogy tényleg élek? De ha én élek, most tényleg élek, akkor elveszett minden, ami szent, ami szép, ami érték. Az életemben minden elveszett, ha tényleg élek. És körülbelül másfél óra múlva tértem észhez, az orvos mellettem ült, megvártam, míg értelem gyúlik személyembe, szegény, várhatott,
papír ceruza nála, és egyszer csak odahajol, és rám ordít. Én mindenre számítottam, de az, hogy valaki rám ordít, hogy mi történt, mond. Hát én megijedtem szó szerint, és elkezdtem mindent mondani. Hát egy kicsit bővebben és szebben, és ő mindent írt, mindent leírt. Mindent, amit láttam, amit tapasztaltam, és amit lehetett, utána ment és ellenőrizni. Ellenőrizte a tűt a szekrény alatt. Ellenőrizte, amikor mondtam, hogy fönt kik fekszenek, és milyen betegségben fekszenek. Felmentés, ez lehetetlen. Hogy telefonált a nővér, a férjével és a gyerekek, betegek, elment megnézni, hogy milyen a szoba, milyen a bútor, és ez minden úgy, ahogy ő leírt, ez ugyanúgy volt. Na, ez nekik nagyon sok volt. Megállapítottak 7-8 betegséget, ami miatt a vérnyomásom ekkora kiugró lett. Csak egy valami történt. Én nem voltam többet rosszul. Én azt hittem, hogy na most akkor hazamehetek, és milyen jó, mert Tibor nincs rosszul. Hát a vérnyomásom viszont maradt. És olyan nincsen, hogy a vérnyomás mellett kiengednek. Hiába mosolyogtam, mikor a riasztó megszólalt a fejem fölött, akkor hallottam, hogy szirénázik, hogy vészhelyzet van, és én ültem fel. Semmi nem volt, ami bántott volna. Igaz, hogy egy csodagyógyszert hoztam. Nekem életemben két ilyen csodagyógyszer van. Egyik a feleségem, aki nővérke, és elég, ha ott van körülöttem, én tudom, hogy nagy baj nincsen, mert van, aki vigyáz rám. A második, a 9 perc után ő. Elég azt mondanom, hogy Istenem segíts. És egy magabiztosság száll meg, és tudom, hogy nem lesz baj, hiszen ő ott van, ő segít. Nem történik semmi más. Azóta is tulajdonképpen ez vezet. Ami még életemet meghatározta a szereteten kívül, hogy én mondtam, hogy nem hittem, hogy van Isten, most sem hiszem, hanem tudom, hogy van. És feltétel nélkül hiszek benne. Hiszek, sokkal szebb, sokkal jobb, sokkal nagyobb, sokkal kegyesebb, mint bárki bármikor leírta. Én nem akarom bántani a Bibliát, szent könyvnek tartom, de ő szebb és jobb, mint ahogy leírják. Nem a büntető, mert talán a legnagyobb ereje abba megy el a Teremtőnek, hogy minket meg hogy óvjon magunktól. Első osztályon tudjuk büntetni magunkat, ebben nem kell az ő segítsége. Pont ezt szeretném kérdezni, Tibor, hogy ez az élmény, ez ami azért elég rendesen meghatározza az embernek az élethez való további hozzáállását és rálátását, ez egy büntetés volt, ezt megtapasztalni, találkozni Istennel, megtapasztalni azt, hogy maga az emberi lét és az élet az, ami elválaszt tőle, és utána így visszajönni ezzel a tudattal, és élni tovább, elmondani ugyanaz embereknek a lehetetlent, megpróbálni elmondani, vagy hát, ez jutalom és áldás volt, hogy ezt hát ez borzasztó volt, először tudomásul venni, hogy itt élek. Viszont ott volt ő, aki segített. És mivel mindig tudtam, hogy el kell mondanom, és még az orvos is segített, hogy Tibor azt mondta, hogy elmondja másoknak, akkor fogja a grabancát, azt mondja másoknak el, hogy hisznek vagy nem, nem tudom. Én körülbelül 1000 előadás fele haladok, amit tartottam azóta, és sose az érdekelt, hogy hisznek vagy nem, hanem az, hogy én elmondom, elmondom őt, elmondom az ő nagyságát, szeretetét, elmondom az ember hatalmasságát. Elmondom, hogy az ember milyen jó és milyen szép, és tényleg az. Elmondom, hogy az élet gyönyörű. Nem kell magyarázni, tényleg szép az élet. De azt is
tudomásul kell venni, hogy az igazi élet ott kezdődik, mikor beáll a halál. Mikor átlépi a lét-nem lét küszöbét, amit én sajnos nem tehettem meg, és talán a halál akkor kezdődik, mikor megszületik a kisbaba. Nem véletlenül, én magamról tudom, hogy mikor a fény megérintett, újjongtam, és mosolyogtam, és boldogságot éltem meg. Az sem véletlen, hogy a kisgyerek, mikor megszületik, ordít és sír. Talán egyedül ő tudja, hogy hová született, mindenki örül. A másik pillanatban, aki elmegy, az örül és boldog, és a többiek sírnak. Talán magukat síratják, nem az eltávozottat. Én azóta minden szentekkor gyertyát gyújtok az élőkért. Tudom, hogy aki elment, ő nála a fényben van, ő gondoskodásában van, akkor én, nekem talán csak annyit tellik, hogy azokért imádkozom, azokért könyörgök, akik még élnek, hogy emberhez méltóan éljék. Tibor, mit gondol ön az emberi életről? Tehát, hogyha mi ebből a fény, ebből a gyönyörű, boldog állapotból meg kell szülessünk ebbe a testbe, és gyarló emberként kell élnünk, mi az életnek a célja? Tehát miért van az élet ön szerint? Hát egy iskola, egy próba, egy iskola, ahol megvalósítsuk mindazt, amit elképzelünk az életről. Egy próba, egy feladat, amit meg kell oldanunk. Egy egyenlet, amelyiknek a végén ott van ő, és ott van a szeretet. De ezt hogyan valósítsuk meg? Mert visszatérve, új parancs, új parancs. Hát kiderült a 9 perc alatt, hogy én katolikus vagyok, római katolikus, annak kereszteltek, és azt boldogan vállalom, meg kellett tanulnom a vallásomat. És két csodálatos ember tanított, Bulányi Gyuri bácsi és Dombi Feri bácsi, és velük vitatkozva, és nem haraggal, hanem vitatkozva az életről, érdekes, én voltam a másik oldalon, ők az emberi oldalt képviselték, papok léttére, azért jobban. És az egésznek az volt az lényege, hogy az új parancsban az van, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ezért születtünk le, hogy az élet kihívásában, az élet nehézségében megtanuljuk szeretni magunkat, és megtanuljuk szeretni másokat. Megtanuljuk a szeretetet úgy kezelni, mint egy életet, mint egy ennivalót, mint egy légzést, mert ugyanolyan természetesnek kellene lenni. És megtanítani a másikat is, de tudni, hogy igen, én egyedi vagyok. Engem Isten ilyennek teremtett, amilyen vagyok. Na, de a másikat is olyannak, megismételhetetlen egyedi, és egyediként, megismételhetőként bánok-e magammal. Úgy becsülöm-e, úgy tisztelem magam, úgy szeretem magam, mint egy különleges valamit. És még valami, hogy ott van az alkotónk, ott van a megálmodónk, a megteremtőnk, maga az Isten. Én milyen gyermeke vagyok? Milyen gyermeke vagyok akkor, ha nem azt teszem, amit elvárna tőlem egy egyszerű, hétköznapú, napi szeretetben élő embert, nem más, nem csodát, tebőt, és nem valami nagy hatalmas, nem megváltani kell a világot, nem ezt várja tőlünk, hanem hogy magamat a szeretetben meg tudom-e váltani, meg tudom-e magamnak bocsátani, meg tudom-e a másiknak bocsátani. Talán ez az élet értelme, és ez az élet kihívása. Köszönöm. Tibor, mennyire hasonló élményeket élnek meg mások. Mennyire
az elmének a hallucinációja, egy ilyen halálközeli élmény, mennyire csak egy káprázat, egy elképzelés, egy esetleg egy előre programozott, előre betáplált elmeprogram, amin keresztül megtapasztalhatjuk végre azt a teljesen felszabadult, hát, élettőmentes. Én Muddy professzor úrnak csapatába tartozom, ő egy amerikai professzor, aki már a 70-es években Vietnámban a halállal találkozott, és megalapította az INS világszervezetét. Ennek tagjaként ők kerestek fel vagyunk, és sok ezer emberrel beszélgetünk, sőt a NASA is kutatások voltak ez irányában. Muddy professzor úr Magyarországon kettőnket hallgatott meg, Dobronai Lászlót és engem, de sok ezer embert, egymás mellé tette a történeteket, természetesen igazolva mindegyiknek a valódiasságát, és a sok ezer ember 99%-a egyről beszélt, nem ismerték egymást, férfi vagy nő teljesen mindegy volt, gyermek vagy nem gyermek, a vallások, felekezetek vagy az nélkülék ugyanarról beszéltek, ugyanarról tartanak, mindegyik elmondja, és igenis mindenki igazolja, hogy ő ettől a pillanattól a szeretet szolgálatában áll, bármilyen vallás. A vallás egy olyan összefogó fogalom, ami lételleme most ebben a társadalomban nagyon fontos lenne. Én gyerekkoromban hiányzott egy mankó, egy olyan kötél, egy hegymászó kötél, amik felettünk van, és ha ez a vallás, ezt a karibert belekapcsolom ebben a drótkötél pályában, amit maga a Teremtő Isten, akkor tudom, hogy én rajtam múlik, elengedem vagy nem, ő nem enged el, és tudom, hogy tart valami. Tart valami, és tart a többieket is. Hit nélkül tényleg nem lehet élni. Én, aki nem hittem semmiben, én mondom ezt. Mivel én római katolikus vagyok, a vallásomat büszkén vállalom, nem vagyok hajlandó kritizálni, a többi vallás sem bántom olyan, amilyen, de én voltam sok-sok templomban, más-más vallásokban, voltam Isztambulban a mecsetekben előadásra, voltam börtönökben, Sopron-Kőhidán, vagy Dél-Afrikában a gyerekek, a gyermekbörtönben, ahol egyedüli fehérként engem engedtek be először ezzel az előadásval, és meglepődtem, hogy azok, akik hallgatják, mind sírva döbbennek le, hogy nem elég, hogy a törvény, nem elég, hogy a lelkiismeretem büntet, hanem van valaki, akinek számadással tartozom. Ott is, és máshol is, ahol ilyen helyen voltam, a legkelendőbb könyv a Biblia lett. Erre egy kicsit büszke vagyok, hogy így az én életem nem más, mint egy egyszerű hétköznapi ember élete. Sokan azt mondják, hogy az ember bölcs. Az embert bölcsességét, a fájdalom, a tapasztalat, a kín, a szenvedés, a szeretet hiánya adja, és ez válik egy olyan masszává, amiket át tud adni szeretetben és megértésben. Ennek nincs tudás, ez tapasztalat. És én hiszem és vallom, hogy minden embernek egyetlen egy feladata lenne szembenézni a tükörbe önmagával, megtalálni a szemében a csillogást, az isteni fény csillogását, és eljutni önmagának keresztül a Teremtőhöz. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy anélkül, hogy most
elkezdenénk attól félni, hogy mindenképpen egy ilyen nagyon intenzív, egy ilyen, meg kell halnunk ahhoz, hogy szeretni tudjunk igazán, tisztán, feltételek nélkül. Van-e esetleg valami olyan más lehetőség, ezen kívül, hogy végigjárjuk törekedve maximálisan a szeretetre, azért ez, lássuk be, nem mindig működik. Lehet egy, tehát leélhetem én az életem filmjét, látni fogom, hogy én igyekeztem, de lehet, hogy életeket élek le anélkül, hogy ezt a fény állapotot, ezt a szeretetet meg tudnám tapasztalni. Van-e mindenképpen át kell esnünk egy ilyen meghaláson, vagy van más módszer arra, hogy ön szerint, hogy ez a tudatállapot... Elsősorban most saját magammal, én attól a pillanattól kezdve nem félek a haláltól. Eleinte féltékeny voltam mindenkire, aki meghalt, hogy miért ő, miért nem én. Hát én már igazán mehetnék. Most már tudomásul vettem, hogy eljön az idő majd, ha teljesítem a feladatot, és egy megváltás, egy szép pillanatnak tartom. A többieknek csak annyit tudok mondani, félünk attól, amit nem ismerünk. Félünk az eljövendő szenvedéstől, elvesztéstől, de ha egy icipici hittel rendelkezünk, és ez a hit, azt mondom, hogy itt van az én életem, az Isten tenyerére helyezem, attól a pillanattól kezdve nincs okom félni, és fölösleges lenne minden aggodalom, hiszen ő ott van és végig kísér. Én attól félek inkább, hogy most nehogy elszalaj csak valamit, most nehogy ne tegyem meg a pillanat diktálta feladatot. Az, hogy holnap mi lesz, az a holnap gondja. Tennap mi volt, az a tennap gondja. De a ma gondját most oldjam meg. Mégpedig ne hagyja ki egy pillanatot sem, amelyik a szeretetet tudja erősíteni. Ne hagyja ki egy pillanatot sem, ahol a haragot, gyűlöletet gyengíteni. Igyekszem megszüntetni. És abban a pillanatban nincs helye annak, hogy aggódom, nem aggódom, hisz a szeretet annyi feladatot ad, hogy ellát mindennel. Látja-e ön most minden pillanatban ezt a filmet? Tehát most együtt perege a film, és ahogy önnek zajlik és telik az élete? Hát én nekem... Mióta az előadást tartom, ahány előadást tartottam, mindig megélem ugyanazt, mindig áttélem, egy kicsit mindig fájdalommal és örömmel kerülök belőle, és mindig látom, hogy van még tennivaló, van még mit tennem. Én hiszem és vallom, hogy meg kell oldanom egyszer, hogy elmondhatnám, hogy ma emberhez méltóan cselekedtem, még nem sikerült. Még mindig van olyasmi, amit jobban, szebben kellett volna tennem, cselekednem, valamit meg kellett volna tennem, valamit másképp kellett volna megtennem, még nem tudom elmondani, hogy na ma emberhez méltóan cselekedtem, kisebetűvel, de erre törekszem. Kedves Tibor, én nagyon megköszönöm önnek, hogy eljött. Köszönöm. Azt a tapasztalást, amit ön az emberiség jobbítása, hogy elmondhassa és elhozhassa a túlvilágról a szeretetet, az üzenetet, az őnek az üzenetét, ezt külön az emberek nevében nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Talán lehet, hogy az egyetlen dolog, amit önnek meg kell lépnie, hogy elfogadja önmagát, hogy legjobb voltam abban a filmben is, minden pillanatban, és most is az vagyok, de tényleg hálásan köszönjük az információkat. Egyre több boldog embert látni, és ebbe tudom, hogy akkor nem csak én, nagyon sokan dolgoznak ezért, és ez felemelő érzés. Sok boldog ember, a sok boldog arc. Már csak azt nem tudom, mit kívánjak önnek. Jó hosszú életet! Mert ezek után nem merek ilyet mondani, de talán azt az alapállapotot, azt a szeretet állapotot, és most mindegy, hogy melyik létformában, alakzatban éli meg,
ezt a tiszta fényes szeretet állapotát kívánom önnek, amennyire csak lehetséges. Köszönöm szépen. Jó. Én azt szoktam mondani, hogy én mindig azt kívánom, hogy legyen okom büszke lenni a többiekre, legyen okom kicsit fölvágni a többiekre, hogy ők jobbak, szebbek, mint én. Na, erre vágyom. Jó, meg lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Putnoki Tibornak az élete, most nagyon kevés időnk volt arra, hogy elmeséljem mindent. Annyira azért nem volt egyszerű és könnyű az ő élete, hogy ahogy ő ezt itt szerényen elmondta. A YouTube-on fönt vannak az ő videói, illetve az országszerte tartja az előadásokat. Tessék keresni őt és meghallgatni az egész történetet, mert nagyon tanulságos, szívhez szóló. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, a korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra!